Na, üdvözlök mindenkit! Körülbelül 2 hete volt utoljára, vagy először az Exit Vlog. Most akkor megint foglalkozunk kicsit az angol kilépéssel, az EU-ból. Annál is inkább, mert ugye akkor azt mondtam, hogy ha valami érdekesség van, akkor meg megint jelentkezek. Hát most van érdekesség. Ugye múlt hét folyamán a miniszterelnök Boris Johnson felfüggesztését kérte a parlamentnek 5 hét időtartamra, amit a királynő alá is írt. Túlságosan sok választása nem volt, mert vagy aláírja, vagy nem, ugye? De ha nem írja alá, akkor ugye azért kezdenek el egyesek sipálkolni. Így viszont azért megy a hiszti, mert aláírta, és ez a döntés, mármint nem a királynő részéről, mert hát ő csak egy ilyen szimbolikus, tehát nagy beleszólási jóval nincs a politikába. Mondjuk úgy, hogy ahogy Áder János is mindent aláír, köztársasági elnökként, vagy szinte mindent, körülbelül egykor a hatásköre van a királynőnek is itt Angliában. Tehát, mint mondottam, szimbolikus az a jelentősége, ilyen téren. Na mindegy, nem is az a lényeg, hanem hogy ugye Boris Johnson azt kérte a királynőtől, hogy írja alá azt a kérvényt, mondjuk így, hogy 5 hétre felfüggesszék a parlament működését, amit mivel aláírt a kormány fő kérésére a királynő, ezért meg is történik. Ha minden igaz, akkor még a héten be is jelentik, hogy akkor 5 hét időtartamra felfüggesztik a parlamentet. Ami csak azért ciki, mert ez az 5 hét időtartam, ez pont annyi, amennyi alatt a Brexitet ellenzők bármit is kezdhetnének érdemben. Ugye Jeremy Corbyn, illetve a többiek, akik ellene vannak a Brexitnek, azok, hát mondjuk úgy, meg van kötve a kezük, mert a parlamentben nem tudnak sem bizalmatlansági indítványt indítani Boris ellen, Boris Johnson ellen, sem magá ellen, a Brexit ellen bármit lépni konkrétan, törvényileg. És ez sokak szerint a demokrácia aláásása. De most hát kezdjük ott, hogy demokrácia aláásása egy olyan országban, ahol királyi uralkodó van. Tehát ahol a király kéne, hogy megszabja, ugye, hogy mi merre menjen, de hát neki csak szimbolikus jelentősége van, és mindent a politikusok intéznek helyette, meg a parlament, tehát na mindegy, mindenesetre ez azért is érdekes, mert hogy ilyen hosszú távra felfüggesztik a parlament munkáját, ilyen már nagyon-nagyon régen nem volt, és ez most eléggé neccessé teszi a helyzetet a Brexit kapcsán, úgyhogy nem nagyon maradt idő arra, hogy bármit csináljanak. Tehát ugye Boris Johnson nem akar új tárgyalásokat kezdeményezni. Közben át kéne menni, ugye? Szóval nem akar új tárgyalásokat kezdeményezni, nem akar nagy változtatásokat, illetve akar változtatásokat, hiszen az északi kérdés még mindig nem megoldott. De ennek ellenére ő azt hangsúlyozta, hogy ő nem akar nagy változásokat már, ő nem fog nagyon új alkukat kiharcolni az EU-tól, így ahogy van, szinte így ahogy van, így fog kilépni Nagy-Britannia október 31-én, aztán vagy van deal, vagy nincs deal, kész, tehát nincs opció, hogy most hogy legyen, meg mit legyen. Ami most van, hát az EU szerint, ami most van, az van, amiben mostanáig még egyeztek Theresa May-jel, aki ugye belügyminiszter volt még Cameron kormányában, aki ezt az egész Brexit lavinát elindította. Szóval, hogy amiben megállapodtak Theresa May-jel, az van,
kész, azt kell szeretni, vagy elfogadni, azt nincs mese. Na most hát Boris persze nem egyezik ebbe 100%-ig bele, bár ugye ő hevesen támogatja a kilépést, de ettől függetlenül azért ő megpróbál még egy kis alkut kieszközölni, kiharcolni, csak közben hangoztatja a mellétrelve, hogy már pedig ő nem fog megalkudni, már pedig Nagy-Britannia október 31-én így, ahogy van, kilép. De most hát jelen állás szerint tényleg ez lesz, de ettől függetlenül, és azért megy ugye a pánik, tehát a font árfolyama is kezd bezuhanni rendesen, meg az euróhoz való viszonyításban is azért eléggé necces a dolog, de ettől függetlenül még nem biztos, mert ugye az is lehet, és ez is esélyes, és meg van lebegtetve, hogy előrehozott választások lesznek Nagy-Britanniában, és korán sem biztos, hogy a mostani kormány, hát ideiglenes kormány végül is, hiszen ez a mély lemondásával kényszerhelyzetbe került Anglia vagy Nagy-Britannia, és ezért kellett valakit megválasztani kormányfőnek, és ezért lett Boris Johnson, aki valaha London főpolgármestere volt, ugye, aztán külügyminiszter a mély kormányban, aztán ott lemondott, mert nem egyezett az elképzelések ez a mélyel, most ugye kormányfő, aztán még ki tudja, hogy mire, hova akarja még kineveztetni magát, hányi főjebb végül is már csak a királyság van. Na mindegy, szóval, hogy egyáltalán nem biztos, hogy Bolond Boris meg is nyerné a választásokat, úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy most akkor konkrétan mi lesz. Minden esetre jelen pillanatban senki nem tudja pontosan a menetét a dolgoknak, mert hogy az egyetlen fix dolog az október 31-i dátum, de ugye azáltal, hogy Bojo úgymond elrendelte ezt a 5 hetes felfüggesztést, ebből adódóan ez azt jelenti, hogy ugye most van szeptember eleje, tehát október kvázi közepéig nem lesz parlament, és ugye utána már csak kb. 2 hét vagy 3 hét marad arra, hogy bármit kezdeményezzenek, akár egy bizalmatlansági indítványt, akár új választásokat kiírni, akár bármit az ellenzék részéről bármilyen indítványt arra vonatkozóan beadni, hogy így ebben a formában mi is legyen Brexit, vagy halasztást kérni, vagy bármi, mert ugye elvileg minden lehetőség adott, de gyakorlatilag még azért eléggé most már le van korlátozva a lehetőségek száma. Szóval nem tudni még pontosan mi lesz, hogy lesz, de jelen állás szerint ugye az a fix, ami van, hogy mivel kijelni elejétett az 5 hetes felfüggesztése a parlamentnek, ez megtörténik. Aztán az az időszak alatt, amíg ez a pótszabadsága van a parlamentnek, esetleg kiírnak-e új választásokat, az még egy képlékeny dolog, de esélye megvan, nagy esélye megvan. Bár mondjuk az is tény, hogyha kiírják, akkor eléggé kétséges az, hogy Johnson megnyerje ezt a választást. De mint láttuk ugye a elmúlt évek folyamán, ugye Trump esetében például nem mindig a papírforma jön be, illetve hát valamikor igen, de ugye egyre többször választanak meg olyanokat államfőnek vagy kormányfőnek, akik, hát hogy mondjam finoman, nem igazán erre a pozícióra valók. És akkor tényleg finoman fogalmaztam. Na mindegy, nem akarok én itten belemenni, meg nem akarok politikai jellemző lenni. Ez a lényeg, hogy jelen állás szerint ez van, hogy nem tudjuk biztosan csak azt, hogy főfüggesztették a parlament munkáját. Aztán, hogy ez majd gazdaságilag még milyen hatással lesz, azon kívül, hogy
hogy jelenállás szerint ugye egyre lejjebb és lejjebb halad a font árfolyama. Hát majd meglátjuk, nem tudom. Na, egyelőre ennyi, innen Angliából. Aztán van valami érdekesség, valami breaking news, akkor majd megint jelentkezem. Bye everybody. Köszönöm a figyelmet.